Árkosi Józsefnek hívnak. A 70-es évek vége óta foglalkozom kutyákkal, szűkebben a pásztorkutyákkal. A 80-as években kezdtem dolgozni, illetve tenyészteni őket. Gyakorlatilag mindez öt fajta élt velem, mindez öt fajtával foglalkoztam eddig. Jelenleg a államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Pumi Klub elnöke vagyok. A terelőkutyák képzésével már jóval több mint 20 éve foglalkozom. 20 éve élek ezen a jelenlegi területen, ahol terelőkutyákat is oktatunk kifejezetten iskola tanfolyam jelleggel. Azzal együtt, hogy a terelőkutyák oktatásával foglalkozom, természetesen nagyon érdekelt mindig is a múltjuk, a származásuk, az eredetük, és a könyvemhez adatgyűjtés során nagyon sok információra akadtam, amelyek rendkívül érdekesek, és úgy gondolom, hogy közérdeklődésre is számot tartanak, és segítenek esetleg eloszlatni egy-két téves nézetet, vagy elterjedt mendemondát. Sokszor lehet hallani, olvasni róla, még manapság is, hogy több ezer, illetve tízezer éves múltat tulajdonítanak bizonyos ma élő, ma ismert kutyafajtáinknak. És hát ezeknek az eredetére próbáltam meg valamelyest rákutatni. A kutatásaink során tulajdonképpen egy olyan kép tárult fel, ami ezeknek a sok tízezer éves eredett történeteknek azért megrengeti az alapjait. Ugyanakkor azt is megtaláltuk, azt is látjuk, hogy honnan eredeztethetők ezek a történetek. A fajtáink valóban nagyon régi eredetűek, ősiek, azonban különbséget kell tenni a valóban az eredeti ősi közegben előforduló kutyák és a mai ismereteink, a mai tudásunk szerinti és a mai besorolás szerinti elismert fajták között. Ugyanis ezek a fajták, a mudi, a puli és a pumi például ebben a formában nem léteztek több ezer évvel ezelőtt. Létezett, nevezzük úgy, egy ősleves, egy nagyon színes, és fantasztikus képességekkel megáldott állomány, amit valóban az elődeink használtak munkára, hiszen nélkülözhetetlen a pásztorkodó, állattartó életmód mellett egy ilyen nagyon sokoldalú, intelligens, gyors, jó tanulási képességekkel megáldott és jó együttműködési készséggel megáldott kutya. Ezért mindig is voltak ilyen kutyák a magyar pásztorember mellett. Azonban nem a mai fajta besorolás szerint ismerték ezeket régen, hiszen a mai nevek, a mudi, a puli és a pumi a 20. század elejéről származnak. A 20. század elején, amikor a Világszövetség és a magyar ettenyésztők is megalakultak, akkor alakult arra az igény, hogy ezeket a kutyákat végül is besorolják és fajták szerint elkülönítsék, úgynevezett sporttenyésztés néven, tehát valóban ekkor kapták meg a kutyák a standardjüket egymás után, és ekkor alakult ki, hogy mi a kívánalom egy-egy fajtával szemben. Előtte ez egy közös nagy terelőkutya társaság volt, egy massza. A küllemi jegyek egyáltalán nem számítottak, csak és kizárólag a munkakészség. Jellemző például az, hogy egy-egy szűkebb, tágabb területen, járásban, megyében, földrajzi egységen belül egy bizonyos típusú kutyát neveznek valamilyen néven. Így alakult ki a Pumi neve is. Pumi és Somogy megyében tűnt fel igazándiból, és a 20. század elején különítették el a Pulitól. Akkor még úgy fogalmaztak, hogy a Pulinak a Dunántúli fajta változata. Azonban megfigyelhetőek ezek a nevek az ország bármely területén és igazándiból bármely kutyára. Általában azt látjuk, hogy a pásztorember egy bizonyos módon hívja az ő terelőkutyáját. Ma is vannak olyanok, akik ősi
igazi tisztavérű őspulinak nevezik a mudiukat, amelyik tökéletes mudi a mai fogalmaink szerint is, és az is, de azon a tájegységen ők ezt őspulinak nevezik, és nem is fogadnak el más elnevezést, hiszen már azt mondja, hogy már az ükapjának is ugyanilyen őspulia volt, és nem mondja senki, hogy ez nem puli. Úgyhogy ezzel nem is lehet vitatkozni. Ebben az értelemben a mi dolgunk az, hogy a standardizálás folytán kialakult fajtákat abban a formában tartsuk fenn, illetve örökítsük az utókornak, ahogy végül is a standardben megkapták a besorolásukat. A fajták eredetét és régmúltját, közelebbi múltját kutatva nagyon sok érdekes írásos dokumentumot találtunk. A legkülönbözőbb levéltári, könyvtári forrásokban. Az egyik nagyon jellemző és a helyzetet nagyon jól mutató példa a Pete Ferenc könyve. 1815-ben jelent meg a Természethistória és Mesterségtudomány című könyv. Ebben a könyvben nagyon szép képtáblákon, rajzokon, ábrákon láthatunk több magyar kutyafajtát. Egyik érdekessége ennek a könyvnek, hogy láthatjuk benne például a kuvaszt és a pumit a komondoron kívül. A komondor ábrája az a nagyjából a maivonak megfeleltethető rajz, azonban egy rendkívül érdekes rajzot látunk kuvasz címszóval, egy álló bojthos fülű és ilyen sötét göndörszőrrel rajzolt kutya, egy sarlós farokkal, a kép aláírása pedig a kuvasz őrző kutya. Hogyha előre alapozunk a könyvben a leírásban, ott azt találjuk, hogy a kuvasz egy kölyök farkas méretű, sötét szürke és ez egyébként ezerféle színű kutyafajta. Ebből nyilvánvalóan láthatjuk, hogy szó sem lehet kuvaszról, hiszen a kuvasz a mai formájában is volt, meg már régen is, és nagyon sok száz vagy ezer éve is előfordult és létezett, de nyilvánvaló, hogy a könyvben kuvaszként leírt kutya az ebben a régi pásztorkutya körben kereshető, éppenséggel egy mai pumira emlékeztető rajzot láthatunk, hiszen ilyen bolyhos fület látunk, kerek fület, ami jellegzetesen a puminak a felső harmadban tört fülét mutatná. A Pete könyvben egy másik jellegzetes rajz, ami alatt azt az aláírást, kép aláírást láthatjuk, hogy pumi. Egy sarlós farkú, hegyes orrú és hegyes állófülű kutyát látunk. A szöveges leírásban pedig tipikusan egy mai mudi jellegű kutya leírását olvashatjuk. Kifejezetten arra utal a szerző, hogy a rókaszerű a feje, hegyes álló fülei vannak, rövid szőrrel, tehát gyakorlatilag a ma mudiként ismert kutya típusára ismerhetünk ebben a rajzban, illetve a leírásban. Általánosságban is elmondható, nagyon sok írásos anyagot vizsgálva, hogy a nevek tekintetében teljes következetlenség volt sok száz évig, tehát ha egy régi leírást találunk, amelyben egy magyar kutyafajta fajta neve meg van említve, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az a fajta kutya volt. Inkább azt mondhatjuk, hogy az valóban egy magyar kutyafajta volt, egy magyar kutyafajta, mai magyar kutyafajtánk akkori őse lehetett, azon a néven említve, ahol éppen azon a vidéken, azon a tájegységen hívták. A másik érdekesség például az állatkerti állományban tenyésztett őspuliknak a képe, a fotói. Ezeket is megtalálhatjuk, meg tudjuk mutatni. Jellegzetes őspuli szülőket az állatkert tenyészetéből. Az állatkert feladata akkor génmegőrzés is volt, mint manapság is, és ott tenyésztették egyrészt azokat a kutyákat, amelyeket fenn akartak tartani az utókor számára. Láthatjuk a képeken ezeket az őspulikat. Hát a mai fajtához nagyon-nagyon kevés köze van. Láthatjuk, hogy itt inkább ilyen sejmes szőrű egyedeket mutattak be, és még egy külön érdekessége a képeknek, hogy mellékelve van a bemutatott két állatnak a kölyke, és ez a kölyök pedig gyakorlatilag egészen élethűen egy mai mudi
kinézetű kutyust ábrázol. A három terelő pásztorkutya fajta a 20. század elején került végső besorolásra. A puli először, dunántúli fajta változataként említett pumi követte a 20-as években, és a mudi története érdekes, hiszen erről nem is szólt a fáma sehol nagyon hosszú évekig, és Fényes Dezső, aki Balassagyarmaton a múzeum igazgatója volt, az ő munkásságának köszönhetően lett igazán a mudi, a harmadik terelőpásztorkutya fajtánk. Ő neki tűnt fel, hogy típusosan azonos jellegű kutyák található Kárpát-medence szerte. Ő sok egyedet összegyűjtött, ezeket céltudatosan tenyésztette, jegyzetelt, törzskönyvezett, nyilvántartott, és kérelmezte a mudi fajta harmadik terelő pásztorkutyaként való bejegyzését, és így 1937-ben végül is már mudiként szerepelt a ma is mudiként ismert kutya. A puli, pumi és a mudi, a három terelő pásztorkutya tulajdonképpen viselkedésében, tartási igényében túlságosan nem különbözik, végül is a gyökereik is azonosak. Sokszor el lehet mondani azt, hogy leginkább azt határozza meg, hogy aki valamelyiket jobban ismeri, az annak közelebb áll a szívéhez, és azt mondja, hogy ő a legjobb az összes közül, de azért azt el lehet mondani, hogy tulajdonképpen a tartási körülményeket hasonló módon kell biztosítani mindegyiknek. Nagyon nagy és nagyon fontos szempont az, hogy ezeknek a kutyáknak a személyes kontaktusra van nagyon nagy igényük. A mozgásigényük természetesen óriási, de mindamellett, hogy nagy mozgásigényük van, tökéletesen tarthatók lakásban az általános nézetekkel ellentétben. Annak ellenére, hogy pásztorkutyákról beszélünk, hogyha ezek a kutyák, ezek az állandó emberi kontaktust igénylik. Terelő pásztorkutyákról van szó, tehát az ősi időkben is az volt a dolguk, hogy folyamatosan kapcsolatban voltak a gazdájukkal, figyeltek rá félszemmel, tartották a kapcsolatot, lesték a pillantását, lesték a gondolatát, hogy mikor mit tegyenek, és ez az igény, ez tulajdonképpen ma is bennük van. Ez egy lakásban tartás esetében még talán szerencsésebb, mint egy kerti kutyánál, mert így 24 órát együtt van a kutya a gazdájával. Nagyon fontos azonban, hogy egy lakásban tartott terelőkutyának a mérhetetlen mozgásigényét ki kell tudni elégíteni. Tehát akkor szabad csak bevállalni egy lakókörnyezetben, egy szűk lakókörnyezetben, hogyha ezt meg tudjuk oldani. Nagyon sok mozgás, nem kell, hogy egy kutya mindenféleképpen tereljen, nagyon jó dolog, és van rá lehetőség, hogy a terelőkutyákkal terelő tréningre is járjon az ember, de ez bármilyen kutyás sportban megnyilvánulhat. Bármilyen ügyességi sportban, agility, puller, dog dancing, frisbee, bármit tehet. Lényeg az, hogy mozogjon, és hogy együtt a gazdájával közösen töltse az időt. Itt ezeknek a kutyáknak együtt kell a gazdival tevékenykedni, azt élvezik, azt szeretik, hogy valamit tesznek közösen a gazdival, van egy visszajelzés, van egy dicséret, van egy közös öröm, és ez hajtja őket. Terelő pásztorkutyáink az egész világon elterjedtek. Lehet mondani, hogy szép karriert futottak be. A legtöbb magyar pásztorkutya a skandináv országokban van, Magyarországon kívül. A puminak is jelentős állománya van, de ugyanúgy a mudinak is és a pulinak is. El lehet mondani, hogy nagyon komoly kultusza van. Egyéb nyugat-európai országokban is, a tengeren túlon is, Ausztráliában is, igazán az ázsiai országok azok, ahol még csak egy-egy példány került elő a mi fajtáinkból, de a nyugati világban el lehet mondani, hogy mindenhol nagyon elismertek, és nagyon ismertek, és nagyon szeretik őket, nagyon szép sikereket tudhatnak maguk mögött. Beszéltünk arról, hogy milyen igényei vannak a kutyáinknak, a foglalkozás, a tartás iránt. Nagyon igénytelen fajtákról beszélünk egyébként a tartás szempontjából, hiszen egy pásztorkutyának tolerálni kell mindenféle helyzetet. Ugyanakkor arra is fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, hogy milyen körülmények között nem szabad ilyen kutyát tartani, és ki az, akinek egyáltalán nem ajánlatos egy ilyen kutyával együtt élni.
Ez pedig egyértelműen annyit jelentene, hogy aki nem tudja biztosítani azt a kiemelkedő mozgás igény kielégítését és a személyes kontaktus iránti igénynek a kielégítését, annak nem valók ezek a kutyák, hiszen egy ilyen kutya előbb-utóbb a lelkében sérül, és hogyha a lelkében sérül, akkor az kihat a viselkedésére is. Kihat a viselkedésére, tehát ha egy elhanyagolt, nem foglalkoztatott kutya, akár csak a kertben van, az egészen biztos, hogy ő a saját elképzelései szerint fogja a kertet átalakítani, de ugyanezt fogja a lakással is tenni, míg hogyha tisztességesen foglalkoznak vele, és az ő igényeinek megfelelően bánnak vele, akkor soha semmiféle problémát nem jelent a tartása. Mindhárom fajta jellemző nagyon egészséges fajták, nincsenek kiemelten fajta betegségeik, az általános egészségi előírásokat persze be kell tartani, és mind a három fajtánál fontos a szőrzetnek a megfelelő ápolása, hogyha ez megvan oldva, és egy megfelelő minőségű takarmányellátás, tápellátás biztosított, akkor nagyon sok évig, nagyon hosszú életet élnek, és jellemző rájuk, hogy az idős kutyák is nagyon fiatalosak, és egészen vénségükig nagyon vidáman és nagyon-nagyon kellemes családtagként töltik a napjaikat. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy hungarikumok lettek a magyar kutyáink. Az is együtt jár ezzel, hogy úgy mondjuk, hogy hamisítják őket, tehát sajnos olyan lelkiismeretlen szaporítók is elkezdtek ilyen hasonló kutyákkal foglalkozni, akire csak azt mondjuk, hogy hasonló, és ezért szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogyha valaki a film alapján vagy tanulmányai alapján úgy gondolja, hogy egy ilyen kutyát szeretne tartani, és vele élni a következő éveket, akkor mindenféleképpen az elismert tenyésztő szervezeteket keresse meg. A Magyar Tenyésztők Országos Szövetségének a tagszervezetei ezek. Államilag elismert tenyésztő szervezet van minden fajtánál. Ezek a szervezetek gondoskodnak arról, hogy egészséges, a fajta jellegnek megfelelő kutyák kerüljenek tenyésztésre, és az ő általuk ellenőrzött tenyésztőktől érdemes beszerezni kiskutyát.